Ebben a mostani videóban az 5 leggyakoribb gyulladásnevelő forrásról lesz szó, és arról, hogy miként zárjuk ki őket. Üdvözöllek itt, Ujjai Szabolcs Zoárd! A legtöbb betegség gyulladásokkal jár, ha tudatosan csökkented a testedben kialakuló gyulladások mennyiségét és gyakoriságát, akkor azzal gyakorlatilag szinte minden betegség esetén javítani tudsz az állapoton, azaz csökkentheted a tüneteket. A gyulladások megszüntetésében kulcslépés, hogy megtaláljuk, mi okozza a gyulladásokat. Ez nem úgy működik a legtöbb esetben, hogy ha valahol van egy gyulladás a testedben, egy probléma, amit érzékelsz adott testrészsel, akkor a gyulladás okát is ott kell keresni, hanem mivel a testünk egy rendkívül összetett rendszer, a legtöbb esetben több tényező is van a gyulladások mögött, és az is lehet, hogy teljesen máshol kell keresni a problémának az okát. Az első ok a gyulladás mögött az ételallergia lehet. Itt a kulcs az, hogy elkezded megfigyelni, lejegyezni, hogy a tüneteid milyen ételek, italok hatására rosszabbodnak. Ha látod például, hogy mely ételek után romlott a helyzet, elkezdheted őket tudatosan kizárni. Az emberi szervezet bármire lehet allergiás. Egyes embereknél akár a legegészségesebb zöldségek és gyümölcsök is előidézhetnek allergiás reakciót. Okozhatnak allergiát a citrusfélék, a zöldségek közül bármelyik, a gabonafélék, a húsok és a gyümölcsök is. Természetesen a legtöbb embernél az allergiás reakciót a glutén, a tömegtermelésből érkező tejtermékek és tojás, a szója, a tengeri készítmények és a modern ételekben lévő adalékanyagok okozzák. Ebben az esetben tehát az a teendő, hogy kizárjuk a gyulladásokat okozó ételeket a táplálkozásunkból. A második ok a gyulladásoknak a hormonokban keresendő. Itt két fő okozója van a gyulladásoknak, az egyik a mellékves által termelt kortizol hormon, a másik pedig az inzulin. A kortizol hormonnak gyulladás csökkentő szerepe van a testünkben, de ez nem az sem jó, hogyha ebből túl sok van belőle, vagy ha túl kevés. A modern életmódunk hatására rengeteg embernél lecsökken a mellékvese ereje, ez a mellékvese alulműködése, amikor a mellékvese már nem tud elegendő kortizolt termelni, tehát nincs elég kortizol, amit csökkenteni a gyulladásokat a testedben. Ilyenkor van az, hogy az orvos is kortizol tartalmú szteroidot ír fel, akár gyógyszer, akár krém formájában. A másik hormon pedig ugye az inzulin, melynek magas szintje gyulladásokat hoz vezet. Az inzulin a testünkben az inzulin rezisztencia miatt nő meg, melynek hátterében elsősorban a túl sok szénhidrát bevitel áll, illetve a túl sok ételfogyasztása, illetve a túl gyakori étkezés, például ha évek óta naponta 3-nál többször eszel, és a mozgásszegény életmódot kell még megemlíteni. Ebben az esetben a gyulladások csökkentése érdekében elhagyni a modern ételeket, visszaszorítani a szénhidrát bevitelt és lecsökkenteni a napi étkezések számát, például napi 2-re kulcsfontosságú lépés. Az inzulin rezisztencia lényegében a prediabetes állapot, a cukorbetegség nulladik stádiuma. Ezzel kapcsolatban, illetve a mellékves alulműködéssel kapcsolatban is készítettem korábban több videót, és keres rá a keresőben. A harmadik, ami a gyulladások hátterében állhat, az a bérrendszer rossz állapota. Ha évek, évtizedek óta a bérrendszered állapota leromlott, például lecsökkent a hasznos bélbaktériumok száma, vagy károsodott a bélfal, ez az áteresztő bélszindróma jelenség, akkor az emésztőrendszeredből átkerülnek a vérbe, a nyirakkeringésbe olyan mikroorganizmusok is, amelyeknek nem lenne szabad. Ezek a kórokozók gyulladásokat okoznak a test legkülönfélébb részeiben. A migrén, az IBS, az artritis, a szklerózis multiplex, az asztma, vagy éppen a dermatitis hátterében is nagy eséllyel áll bélrendszeri probléma, bélfalkárosodás, áteresztő bélszindróma, vagy felborult bélflóra egyensúly. Ebben az esetben rendkívül fontos a bélrendszert rendbe tenni, ami nem megy egyik napról ugye a másikra, hiszen a tönkretétele sem egyik napról a másikra történt, hanem hosszú évek során. A bélrendszerrel kapcsolatban is több videót készítettem már, korábban keres rá a keresőben. A gyulladások negyedik okozója lehet a látszövetekben felhalmozódó kálcium is.
Például az ízületekben, amiből reuma alakul ki, a veséknél, ez ugye, vagy az epénél, ebből jön ugye a vesekő, epekő, vagy az erekben, melynek hatására az élelmeszesedés jelenik meg. A kálcium feloldásához K2 és D3 vitaminra van szükség elsősorban, a meszesedések feloldásához lassan lehet ugye ezt elvégezni, akár fél év is mire eredményeket érsz el. A D-vitaminból az európai hatóságok által jelenleg ajánlott napi adag rendkívül alacsony, tehát mindenképpen többet érdemes belőle szedni az előírtnál. Akár napi 10-15 ezer nemzetközi egységet is be kell vinni a D3-ból. A meszesedések feloldását a desztillált víz is segíti, tehát elhagyni a csapvizet és az ásványvizet, és átállni a desztillált vízre, ugyancsak lényeges lépés a kálcium lerakódások miatt kialakuló gyulladások megszüntetéséhez. Az ötödik és egyben utolsó ok, ami a gyulladások hátterében állhat, az a saját tudatosságunknak a szintje. Tedd fel magadnak a kérdést, mennyire vagy tudatos az élet legkülönfélébb területein, a táplálkozásban, a háztartásban, az életmódodban. Számos tényező okozhat gyulladásokat, úgy mint a dohányzás, a háztartási vegyszerek belégzése, vagy felszívódása a bőrfelületen keresztül, a nagyvárosi levegő, klóros víz, és még sorolhatnánk. A tudatosság, az odafigyelés szintje jelentős mértékben meghatározza az egészségünket, mert lehet, hogy egy apróságnak tűnő dolog hosszú távon, ha éveken keresztül fennáll, akár komoly problémákhoz is vezethet. Lehet, hogy csak hetente kétszer eszel silány minőségű ételeket, de ha ezt éveken keresztül csinálod, előbb-utóbb okozhat problémákat a szervezetedben. Vagy lehet, hogy csak hetente egyszer lélegzel be háztartási vegyanyagot, de ha ezt éveken keresztül csinálod, akkor előbb-utóbb okozhat valamilyen problémát. Tehát itt az ötödik lépésnél a megoldás a tudatosság megemelése az életünk legkülönfélébb területein. Ez az odafigyelni minden apró tényezőre a környezetünkben, és változtatni, ha szükséges. Remélem érdekesnek találtad a videót, és tudtam neked átadni hasznos infókat. A webshopom linkjét megtalálod itt felül, nézd be oda is. Hogy ne maradj le a következő hasonló videókról, iratkozz fel a csatornára, így kapni fogsz értesítést róluk. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban a gyulladások okairól volt szó. Jó egészséget kívánok neked, az egészség legyen veled!